Ebben a kísérletben a Cartesius búvár működését fogjuk bemutatni. A Cartesius búvár alkalmas a folyadékba merülő testek lebegésének, úszásának és merülésének szemléltetésére. A lebegés, úszás, merülés jelensége Archimedes törvényéből matematikai úton is levezethető. A kísérlethez szükséges eszközeink egy PET-palack, egy cseppentő, illetve csapvíz. A látható, hogy háztartásban előforduló eszközökből áll a kísérleti elrendezésünk, illetve a kísérlet könnyen elvégezhető, éppen ezért ez a kísérlet nagyon népszerű a diákok körében. Először állítsuk össze a kísérleti elrendezésünket, a PET palackot töltsük meg színültű vízzel. Tehát töltsük meg színültű vízzel. Ezt követően a cseppentővel szívjunk fel egy kevés folyadékot. Annyit, hogy a cseppentőt elengedve, az teljes térfogatával belemerüljön a vízbe, de ússzon a felszín közelében. Ezt követően pedig zárjuk le a palackot. Most következik kísérletünk gyakorlati része. Óvatosan nyomjuk meg a palack oldalát. Ennek következtében a búvár lemerül. Ha megszüntetjük a palackra kifejtett nyomásokat, akkor a búvár elindul a felszín irányába. Ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor képesek vagyunk arra, hogy a búvárt lebegő helyzetbe hozzuk. Akkor most nézzük meg ennek a jelenségnek a fizikai magyarázatát. Egy folyadékba merülő test lebegésének feltétele az, hogy átlag sűrűsége az egyenlő legyen a folyadék sűrűségével. A test úszik a folyadék felszínén, ha átlag sűrűsége kisebb a folyadék sűrűségénél, és lemerül, ha átlag sűrűsége nagyobb, mint a folyadék sűrűsége. A búvárunk átlag sűrűségét a tömegének és térfogatának hányadosával tudjuk meghatározni. A búvár térfogata állandó, tömegét azonban a gumikalap, az üveg, a bezárt levegő, illetve a folyadék oszlop tömege együttesen szolgáltatja. Míg a térfogatát állandó, a tömege folyamatosan változik. Abban az esetben, ha nyomást fejtünk ki a palack oldalára, a palack térfogata csökken, így a folyadék oszlop magassága megnő a búvár belsejében, tehát nő a búvár tömege, ezáltal nő a búvár átlag sűrűsége is. Amikor a palackra kifejtett nyomásunkat megszüntetjük, abban az esetben a búvárban lévő folyadék oszlop magassága csökken, tehát csökken a búvár átlag sűrűsége is. A Cartesius búvár gyakorlati alkalmazásával a hajózás technikában találkozhatunk. A hajók ugyan a víz sűrűségénél nagyobb sűrűségű anyagból készülnek, ennek ellenére képesek úszni a víz felszínén, ugyanis a hajóban található helységek és kamrák bezárt levegőjének köszönhetően a hajók átlag sűrűsége lecsökken, méghozzá annyira, hogy kisebb legyen a folyadék sűrűségénél, így fennmarad a víz felszínén. A tenger alatt járó működésénél hasonló elvet tapasztalhatunk. A tenger alattjárókban vízzel elárasztható kamrák találhatók, melyeket elárasztva, illetve onnan a vizet kipumpálva a tenger alattjáró átlag sűrűsége változtatható. Tehát a tenger alattjáró kamráit, ha vízzel elöntik, tehát az átlag sűrűsége növekszik, így képes a merülésre, ha pedig a vizet kiszivattyúzzák, abban az esetben pedig átlag sűrűsége csökken, tehát képes a felszín irányába elődni.